Okay, so here we go. So bills. we've got, we've got, we'll pay your energy bills. We've got a thousand pounds as well. So this is energy bills. I think for four months, if it stops on that. Nice. Uh, so how are your, how, how are your energy bills? Are you a bit worried about it all? Oh, uh, major. Yeah. Are you? I've got, I've got one of these prepayment meters, and it's absolutely murder. Oh God. Right. Well, let's hope it lands on one of those then. Whatever, right. you're going to win some money, so we don't go. worry. Here yep, we go. One way, one way or t'other. Here we go round and round it goes. where it stops, nobody knows. 1,000 pounds or energy down. bill. 1,000 pounds or energy bill. it is going to be. it's ah! your energy bill. oh, my god. thank we're, you. we're paying your energy bill for four months. oh, fantastic. No oh. Oh, oh, well Napóleon megparancsolta, hogy hetente egyszer tartsanak egy úgynevezett spontán demonstrációt, amelynek a célja az volt, hogy megünnepeljék az állatform küzdelmeit és győzelmeit. A birkák voltak a spontán demonstráció legnagyobb hívei, de nagyjából az állatok is élvezték ezeket az ünnepségeket. Megnyugtatónak találták, hogy emlékeztették őket arra, hogy végül is ők valóban a saját gazdáik, és hogy a munka, amit végeznek, a saját hasznukra van. Így aztán a dalok, a felvonulások, az ágyú a kakas kukorékolása és a zászló lobogása mellett képesek voltak elfelejteni, hogy a gyomruk üres legalábbis az idő egy részében. Hát nem érdekes hasonlat... Cínikus vagyok, elnézést kérek ezért, nem akarok rossz májú lenni, tehát amit látok a világban, azt uh, igyekszem őszintén megosztani veletek, és hát ez most sem lesz másként, a UBI, Universal Basic Income, vagy UBI, magyarul, vagy egyetemes alapjövedelem leginkább magyarul, szóval ennek a koncepció nem újdonság számotokra rendszeres visszatérő nézőknek, <coughs> bocsánat, számomra sem újdonság. Már a késő reneszánsz idején mondjuk így, a humanista Thomas More is írt egy hasonló koncepcióról utópia című művében. Majd később az utópista, vagy utópisztikus szocializmus én már a technológia ötvözésével, vagy technológia kombinálásával képzelt bevezetni alapjövedelmet. Naiv elképzelés, ugyanakkor ez a, ez a bizonyos alapjövedelem dolog. Ugyanakkor korunk uralkodói szintén naiv elképzelés, ha azt gondoljuk, hogy feladnák hatalmukat a nép jó Egy olyan korban, amikor egy automatizált világ megvalósulásának lehetősége sokkal közelebb van, mint eddig valaha, az, az, amióta az időt számoljuk, az időszámításunk óta. Sokkal valószínűbb, hogy az alapjövedelem átmenetileg csillapítja a kedélyeket, amíg a digitális gazdaságra való átállás meg nem valósul, és a gazdaságból egyre nagyobb mértékben kiszoruló emberek fel nem adják magántulajdonukat, és hát vele együtt a szabadságokat és méltóságokat. Vagy bármelyik oldalán is legyél ennek a vitának, mert hát vita van, a közvélemény megoszlik ezen a ponton, de ez utóbbinak, amit utóbb említettem, vitathatatlanul nagy veszélye van, és Természetesen lenne más választásunk, mint az egyetemes alapjövedelem, de úgy látszik, hogy arra még nem érett meg az emberiség. Bill Gates, Mark Zuckerberg és Elon Musk is nyilatkoztak ennek a bizonyos egyetemes alapjövedelem bevezetésének szükségességéről vagy lehetőségéről, pusztán az automatizálás következtében elvesztett munkahelyek miatt. Akárki is szeretné ezt tagadni, ez bizony így van. Úgyhogy nem mozdul sehová. Erről is még többről lesz szó a mai podcastben rögtön indulunk. Üdvözlök mindenkit innen Londonból, bejelentkezés Londonból. Az emberek még mindig csak jönnek és jönnek. Wake up people in Hungary! do not stand Legyetek megértők egymással. Keep, keep fighting. Szkeptikus gondolatok a szép új világ. köszöntök mindenkit az új percek 51. kiadásában. Az én van Bukovinski Gergely, ezt a felvételt pedig 2022. szeptember 6-án készítem, és nem is húznám az időt. Annyit mondanék csak gyorsan, hogy nagyon köszönöm annak, aki feliratkozott már az odyssey és aki YouTube-on van, és Facebookon van, és egyéb platformokon nagy valószínűséggel az összes podcast epizódot nem fogja tudni látni teljes egészében, viszont Odyssey megtekinthető is, ígérem, hogy rumble és és is azok lesznek. Úgyhogy még egyszer óriási köszönet a feliratkoztatok, és hát nem felejtsetek el a szkeptikus hírlevélre is feliratkozni. Sajnos mai nap későn tudtam ki, csak elindítani a, a hírlevelek kiküldését, de meg fog érkezni. Ha minden igaz, akkor a holnapi nap során mindenki meg fogja kapni. Tehát, bocsánat, alapjövedelem, és hát rengeteg anyagot hoztam, úgyhogy nem is húzom az időt. Most talán többet, mint a legutóbb, de megpróbálom belesűríteni egy órába, mert úgy gondolom, hogy nagyon fontos, és ha nem láttad a múlt heti epizódot, az 50. podcastet, akkor kell, hogy tekints meg, mert ahhoz szorosan kapcsolódik az, ami most következik. Mert ez a bizonyos egyetemes alapjövedelem régóta ott lebeg a háttérben, és jó lenne tudnunk, hogy mire számítsuk egészen pontosan. Hát én nem fogom megmondani, hogy mire számít, nem szeretek jósolgatni, de elmondom, hogy mit találtam, és szerintem egyértelmű lesz, és döntsd el saját magad, hogy te mit gondolsz. Tehát demonstrációk világszerte, különböző tüntetések, itt láthatjuk Prágában az válság miatt, Twitter cikk szintén, Glasgow-ban épp azt látjuk, ahogy fiatalok elégetik az energiaszámláikat, demonstráció gyanánt, és ennek örvendeznek, valamint valamint Indonéziában is ezrek tüntetnek, ez volt az a bizonyos videóklip amit az előbb bejátszottam. Az, az üzemanyag árak 30%-kal emelkednek Indonéziában, és ezért demonstrálnak a jelenlévők ezreikben. Szóval itt tartunk, és hát tömegek követelik a kormányaiktól, hogy ne emeljék az a tovább, persze annak valódi okán szerintem annál kevesebben gondolkoznak, és ezért voltam valamelyik cínikus a bevezetőben, mert ha ilyen akkor nem sok értelme, hogy látnák tüntetni, ezért most kifejezetten erről van szó, és nem akarok a múltban, a múltban élni túlságosan, de azért egy kicsit, kicsit tüske van bennem azzal a kapcsolatban, ami most történik, mert persze, amikor a, a járványra hivatkozva tették tönkre emberek millióinak az életét, megélhetését, fosztottak meg minket alapvető jogainktól, teljesen oktalanul, kergettek öngyilkosságba ki tudja hányakat, ugye 2020-ról beszélek, meg 21-ről beszélek, akkor csend volt, ehhez képest, ami egyébként most látni, csak néhányan voltunk, mondjuk így néhányan voltunk néhány ezeren az utcán, akik embertársainkért, a saját jövőnkért küzdöttünk harcolni, vagy harcoltunk, és ez, ez, a, ez a tüske ez nem akar, nem akar csak olyan könnyen eltűnni belőlem, mert hát akkor nem láttunk ennyi embert az utcán, Prágában sem, már a 2021-es időkben talán inkább, de én úgy gondolom, hogy ez, ez most, ez az energiaválság sokkal szélesebb tömegeket fog érinteni, már most tö tömegeket érint, és hogy mit csinálnak a kormányok, ugye az lenne a, az a bizonyos kérdés. Can you imagine if you if you could create credit out of thin air and buy everything up? I mean, you'd be very wealthy, and that's what they've been doing. I personally think the 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 most likely scenario is that the currencies are going to be destroyed, and it's not just the Turkish lira or the Lebanese lira. It's going to be the dollar, and when that happens, all other fiat currencies will be uh, annihilated, and uh, even the the stock market going up as it's going up now. Uh, that's a sign of that. That's a sign of what the ca Austrians called the runaway boom. And, and now with consumer prices going up as well, it, it's only a matter of uh, uh, how can I say uh, psychological or. Uh, when people start fearing the inflation, when they realize that, wait, they'll never be able to rein this in. Uh, and then people are going to want to get rid of cash as quickly as possible. The demand for money will go down <laughs> massively. And when that happens, um, that's when you get the hyperinflation. I think we're already seeing uh, the. Uh, the symptoms of the uh, collapse all all the disruptions in the supply chain all the rising prices uh, all the labor shortages uh, this is already uh, happening i think and uh, the other point i would make is that uh, if you're not prepared as an individual when it starts it will be too late i think that's the fundamental purpose economic purpose of lockdowns to prevent hyperinflation from happening but what matters i think in, in, in the ideological use of emergencies is really the disproportion between the, the kind of the real empirical basis of it and its use its misuse you know the way in which they are used to do something else and i think that covid is a, is a very 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 obvious example of that um, but i think emergency capitalism started maybe 20 years ago um, so this sort of paradigm change started way back, um, you know, with with other forms of emergencies like we talk Islamic terrorism. Um, since the Twin Tower, um, you know, it's, it is becoming more and more the norm to use global emergencies to as as the main driver of um, our socioeconomic systems. Egyébként ezek a demonstrációk is remekül elterelik a figyelmet az összeomlás tényéről. Ezeket a felvételeket, amíg még emlékeztek, tavaly készítettem Mario Inekóval és Fábio Vigival decemberben, illetve jól emlékszem, szeptemberben volt Fábio Vigival interjú, vagy talán kicsit korábban, nem emlékszem pontosan. Mindenesetre meg lehet találni a skeptikus weboldalon, és azért hívtam meg őket is a podcastre, mert úgy gondolom, hogy a, amit ők felmutattak az elmúlt hónapokban, években, 2020 óta különösen, az a lényeget összefoglalja remekül, és rátapintottak valami nagyon fontos dologra, mégpedig arra, hogy a jelenlegi gazdasági rendszer, a kapcsiság az önzés gazdasági rendszere, és itt nem szocializmus vagy kapitalizmus közötti különbségről beszélünk. És a válság ugye bár nem a Covid-dal indult, erre akartak ők is rávilágítani, én is ezt szeretném súlykolni mindenkibe, hogy értsük, hogy miről van szó. Nem is a 2008-as válsággal indult egyébként, ezek mind a tünetei a modern társadalmak betegségének. És hát ez egyik ilyen betegség a rövidlátás, és ez viszont, ez viszont nem új a mutogatás, az elitre, mint olyan a gazdaság és politikai életre, ez mindannyiunk szégyene, ha úgy tetszik. Egyébként lehetne lépéseket tenni kormány részéről, hogy oldják a lakosság terheit, de még mélyebb elautósodáson kívül én úgy gondolom, hogy mást nem érnek el a követelőzések, ezek a bizonyos demonstrációk ebben az esetben, hiszen egy globális gazdasági válságról beszélünk, egy, egy lévő kapitalista modellről, és hát az sem igazán értik szerintem az emberek, mert egyébként a Covid idején volt mit követelni, tehát követeltük vissza emberi jogainkat, egy egészen más szituáció, alapvető jogainkat ahhoz, hogy hogy kimozdulhassunk a házból, hogy ne viseljünk pelenkát az hogy eldöntessük, hogy szeretnénk egy kísérleti terápiát, vagy nem. Ezekhez, ezeket a jogokat kellett követelnünk. Hát ebben az esetben nem tudom igazán megérteni, hogy mit követelnek a kormányoktól, tehát még több hitelt fognak követelni a kormányoktól. Igazából Alapvető változást kellene követelni. Sajnos az iskolában nem tanulunk azokról a fontos koncepciókról, amik lehetővé tennék azt, és ez az én személyes szerény véleményem lehetővé tennék azt, hogy képesek legyünk változtatni. És nem arról van szó, hogy késő ehhez, arról van szó, hogy. Meg kell tanulnunk, meg kell értenünk, hogy mi történik. És azt is meg kell értenünk, és a tömegeknek is talán jó lenne érteni, hogy a, mi a kormány valódi funkciója, mert szerintem a libertáriusok általánosságban, vagy libertáriusok általánosságban megértették, az osztrák iskolai kép, osz, iskola képviselői általánosságban szerintem, megér, sőt, mindannyian megértették, az amisok megértették az Egyesült Államokban, például, vagy Németországban, akik élnek. Megértették, hogy csak saját magukra számíthatnak, és az önállóságon, önállóságon, önállóságra való nevelésen van a hangsúly. Meg persze erősen limitált kormányzáson, egyfajta morális etikai alapon, közösségek, kisebb közösségek építésén, és hát még egyszer mondom, hogy ezek a demonstrációk remekül elterelik a figyelmet a problémákról, és valahol ezt akarja elkerülni minden kormány, hogy az emberek már csak akkor álljanak fel a televízió elől, amikor, amikor drága bekapcsolni a televíziót. Olyan nagy probléma van, el akarja kerülni, hogy az emberek éhezzenek, hogy az utcán gyújtogassanak, hogy lázadások legyenek, mert az nem kontrollálható. Persze van az a fajta forradalom, és sőt, hát a legjobb tudomásom szerint szinte mindegyik forradalom valamiféle célt szolgált, funkciót szolgált és irányított volt, azt akarják elkerülni, hogy a irányíthatatlanná váljon, kaotikussá váljon a társadalom, és, és megfossz az embereket a kenyertől és a cirkusztól. Tehát ezért is mondom, hogy a hitelfelvétel, további hitelek felvétele a bankoktól, a bankároktól egy súlyos probléma, és nem fogja megoldani az energiaválságot számunkra. Hát itt egy példa ennek. Az új brit miniszterelnök 100 milliárdos hitel akarja befagyasztani ugyebár az energiárakat, Liz Trustról van szó, az egy tegnapi cikk az ITV-n. És a másik, ami tüskít, hogy bennem, ugyebár ha 2020-tól kezdve ennyi ember vette volna a fáradtságot, hogy aktívan ellenálljon, nem csak demo, nem demonstrációkra gondolok, feltétlenül aktív ellenállásra, tájékoztatásra, a probléma feltárására, a művelődésre, és így tovább, akkor talán, talán, nem itt tartanánk, talán meghosszabbítanánk ezt a dolgot, nem tudom, minden esetre jó lett volna ezt látni, na mindegy, se baj, jobb később, mint soha, bízunk benne, hogy ezek az emberek eljutnak arra a pontra, amikor azt is látják majd, hogy ezek a szélesebb tömegek azt is látják majd, hogy, hogy máshol is probléma van, ám nem csak az energiaszámláikkal van probléma, és hát azt is látják majd, hogy a Covid éppen ugyanezt a célt szolgálta, mint amit most ez. Magyarország szintén index a leghitelesebb forrásunk, minden esetre tudjuk, hogy ez történik. Érkeznek a sok százezeres számlák, találtunk olyat is, akinek kétszeresére nőtt a rezsie, ugye hát vállalkozások, megint kis és középvállalkozások óriási bajban, nem csak Magyarországon, az Egyesült Királyságban is egyébként olvastam ugyanezt, hogy talán minden harmadik pub be fog zárni, erre nem vegyen senki mérget, erre ne hivatkozzatok. Ha jól emlékszem, csak futólag olvastam egy cikket, viszont az biztos, hogy sok be fog zárni, sok pub, étterem, ugye vendéglő be fog zárni, és nem tudják tartani a lépést egyszerűen az energia árak emelkedésével. Szóval ezeket a kis családi vállalkozásokat látjuk megint elő, első körben csődbe menni, ugyan nem tőkerős vállalkozások, akik számlától számláig élnek, viszont ezek azok a helyek, amik közösségeket tartanak össze, amik ö, valóban az eddigi gazdasági modellek gerincét képezték, legalábbis a kis és középvállalkozók, és hát ö, szorosan ide kapcsolódik, mutatom Los Angeles sátorvárosait a képernyőn. Ugye emlékszünk még tavalyról, hogy mit tervezett tenni Los Angeles vezetőség a drámai szociális problémákkal. Hát legalábbis ez lett volna az ürügy, mikor az más is, hogy hogy került ilyen helyzetbe annyi ember. De valahol, valahol itt kezdődött. A Vox írja, hogy mindenütt, ahol az alapjövedelme jövedelemmel próbálkoztak egy térképen, tehát ők leírják az alapjövedelemnek a történetét, milyen helyszín, helyeken lehet megtalálni, ugye Afrika, Európa, Szerte, Ázsia és az Egyesült Államok. Következőt írják, a COVID-19 világjárvány új lendületet adott ennek az elképzelésnek, mert hogy a cikk 2020. október 20-i. Mivel a válság olyan sok pénzügyi veszteséget és bizonytalanságot okozott, és mivel a szövetségi ösztönző csomagok nem tudták kielégíteni milliók szükségleteit, a támogatók szerint a polgároknak égető szükségük van valamilyen garantált jövedelemre. Néhány kivételőtől eltekintve Kenya, ahol jelenleg is folyik egy nagy kísérlet az egyetemes alapjövedelem bevezetésére, Irán, ahol országos feltétel nélküli kénzpénz átutalási program van folyamatban, és Alaszka, ahol az államban élők mindenkinek éves osztalékot kapnak, adnak az alapjövedelmi programok kis, néhány száz vagy néhány ezer fős csoportoknak kínálnak pénzt, nem pedig egy egész államnak. Más szóval alapjövedelmet kínálnak, de nem egyetemes alapjövedelmet, és ez egy fontos különbség, nem keverendő össze a szociális segéllyel, mint, mint, olyan, tehát az egyetemes alapjövedelem valami olyan, ami mindenkinek jár, majd idővel, és ezekre a kis léptékű kísérletekre azért van szükség, mert a kormányok jól meg akarják ítélni, hogy milyen hatásai lesznek, mielőtt sok milliárd vagy billió dollárt költenek. Az eddigi bizonyítékok pedig arra utalnak, hogy az alapjövedelem általában növeli a boldogságot, az egészségi állapotot, az iskolába járást és a társadalmi intézményekbe vetett bizalmat, miközben csökkenti a bűnözést. És a cikk felsorol számos példát az alapjövedelem védelmében, arról persze egy szót sem ír, hogy miért jutottunk ide, is, hát legfontosabb, hogy kik a felelősök ezért. Megint csak a, a, a lényegről nem írnak, arról sem ír, hogy egyébként milyen érzés rászorulóként könnyű adományokból élni. Alaptalannak nevezi, ez is fontos a cikkből, feljegyeztem, alaptalannak nevezi az automatizálás okozta munkahelyek elvesztését, amire egyébként semmi bizonyítéka ellentétben a másik oldalon, mi az én oldalamnak van bizonyítéka erre, szóval egyáltalán nem a legjobb írómány, egy valószínűleg egy propaganda cikk, nem tudom, vagy ilyen ö, utópista, szocialis, szocialista elképzelés, népszerűsítés tűzte ki célul az írója, szerzője. De minden esetre az egyetemes alapjövedelem a cég szerint, mint koncepció nagyon kevés helyen lett kipróbálva, ellentétben időszakos alapjövedelmi programokkal. És 2016-ban Ontárióban zajlott az egyik ilyen fontos kísérlet, ami egyébként csúfos véget ért. Bátorítok mindenkit, hogy nézzen utána, ehhez külön cikket nem hoztam sokfelé megtalálni. 2018. júniusában ugyanis a kanadai kormány bejelentette a kísérleti program megszűnését, ugye adták az embereknek az alapjövedelmet, egy, egy minimálbért, csak úgy nem kellett érte csinálniuk semmit csak úgy egyszer csak jogosultak, lettek rá, és csak úgy kaptak pénzt a semmiből, és a végső kifizetéseket 2019 márciusában adták oda, és az új kormány szerint az, az alapjövedelem nem motiválta az embereket arra, hogy hasznos tagjai legyenek a társadalomnak, és hozzájáruljanak a gazdasághoz. Egyébként számos más példát is említhetnénk, hogy mit okoznak ezek a programok, melyik hogyan kucsolt be, és hogy pontosan tudni lehet, erre, erre akarok utalni, hogy ezek önmagukban nem oldják meg a társadalmi problémákat. Semmit sem oldanak meg, ezért is mondtam a bevezetőben, hogy enyhítik a kedélyeket kicsit, kicsit húzzák az időt, egy ilyen átmeneti periódusban, hogy aztán mi lesz, én nem akarom megjósolni, minden esetre ez fenntartatatlan, hiszen hiszen uh, hogyan találunk célt magunknak? És így tovább, és így tovább. Számos is van, ami nincsen tisztázva ezekkel az alapjövedelmi koncepciókkal kapcsolatban. Minden esetre tesztelik, próbálgatják őket évek óta a világ minden részén. Itt egy másik cikk erről. Az egyetemes alapjövedelem nem találja meg a városi szegénység gyökerét, és ők azt írják, hogy hogyan terelik el a az egyetemes alapjövedelmi javaslatok figyelmét a valódi problémáról, a lakhatási költségekről. Hát ez egy nagyon fontos probléma. Azt írják, hogy ha a garantált jövedelem nem követi a megélhetési költségeket, akkor néhány év múlva már nem lesz, nem lesz jelentőség a támogatás a leginkább rászoruló családok számára. És most nem az empátia hiánya beszél belőle, miatt valaki félreérteni. Talán úgy hangzik, ez egy remek ötlet lenne egy ideális világban. Sajnos nem élünk ott. És arra akarok rávilágítani, hogy mennyire kiszolgáltatott lesz az ember ezáltal, és sajnos ezt sokan várják, és sajnos a jelenlegi helyzet előidézhet egy olyan szituációt, amikor ezekre, szükség, ezekre a programokra mindennél nagyobb szükség lesz. Szóval ez az egyik hatalmas probléma, miatt figyelemelterelésnek nevezem ezeket a segélyprogramokat, mármint az ingatlanárak emelkedésem. És ugye hogyan jutottak oda az emberek, hogy nem tudják kifizetni? Nem tudnak megvenni egy lakást, hogy 50-60 évig fizetnek egy egy kis dobozt a város közepén. Úgyhogy ezzel már kevesebben foglalkoznak. És oka van annak, ugye, hogy az állami oktatás egységesen az iparnak iparnakontja a dolgozókat, nem kritikus, önálló gondolkodásra nevel bennünket. Oka van annak, hogy 30 éve alig látni úthálózatfejlesztést Európa szerte. Ez, e, ezeknek mind oka kell, hogy legyen. Vagy épp tőkét alig látni a munkaerőpiacon. Ennek is természetesen oka van. Az egyik fontos oka az automatizálás. Egyébként 2021-ben is voltak hasonló alapjövedelem programok a COVID idején. 2020-21-ben több országban is, az Egyesült Királyságban is volt ilyen, az USA-ban is, amivel sikeresen befogták az emberek száját. Mondjuk így. Mert ha akkor ilyen súlyos problémákkal, szem, anyagi problémákkal szembesültek volna annyian, mint most, akkor valószínűleg nagy eséllyel sokkal többen lettek volna az utcán, sokkal nagyobb felháborodás lett volna. Ez persze csak az én véleményem. Magyarországon nem volt szükség ilyesmire. Egyébként itt, itt, ha valaki megfogja a házában, akkor leírjuk járulékos veszteségnek, ugyan mit számíthat. Minek élt akkor a házban, amit nem tudott befűteni? Komolyan mondom, esküszöm, láttam ilyen hozzászólást, ilyen kommentet. Egy, egy, egy tragédia, ami történik Magyarországon, minden télen, hogy emberek megfagynak, nem csak az utcán, saját otthonaikban is. Magyar emberek ilyet írnak kommentekben, hogy nem tudta, kifű, nem tudta kifűteni a házát. Egészen elképesztő. Na mindegy, szóval mi magyarok hallgatunk, pörgetjük a mókuskereket. Lehet, hogy még a végén jól jövünk ki ezzel a, ezzel a nagy büszkeségünkkel, Amire talán mindenre nagyobb szükség van. Reméljük, hogy a büszkeség teszi ezt velünk is, nem a lustaság. Szóval, California program, amely 500 dolláros kötöttségek nélküli segélyt ad, derül ki a tanulmányból. 2021. március 4, hogy a California Stocktonban zajló nagy visszhangot kiváltó egyetemes alapjövedelem kísérlet, amelynek keretében a véletlenszerűen kiválasztott lakosok két éven át havi 500 dollárt kaptak kötöttségek nélkül mérhetően javította a részlevők állás kilátásait, pénzügyi stabilitását és általános jólétét derül ki a program első évéről szóló nemrég közített tanulmányból. És szintén október 2021 Los Angeles elindítja az Egyesült Államok legnagyobb garantált jövedelemmel kapcsolatos kísérleti projektjét. A program keretében 3000 családnak havonta 1000 dollárt fizetnek. Majd idén 2022 áprilisában olvashattuk, hogy egyetemes alapjövedelem program kiogosult a kaliforniai egyetemes alapjövedelem jövedelem kifizetésekre. És azt írják, hogy az Egyesült Államokban, Kaliforniában található Los Angeles megye bejelentette új, garantált jövedelem programjának bevezetését, amelynek keretében a következő három évben havonta 1000 dollárt küldenek 1000 véletlenszerűen kiválasztott lakosnak. Az Egyetemes Alapjövedelem jövedelem Program kifizetései a 2021-22-es pénzügyi év költségvetésének részét képezik, amelyet a kaliforniai kormányzó és a törvényhozás is jóvá hagyott, és szintén a, leg, a nemzet legnagyobb garantált jövedelem kísérletének a 6 évvel ezelőtt még nem léteztek olyan programok, amelyek az amerikaiak tömegeinek kötöttségek nélküli készpénzzel való ellátásának hatásait vizsgálták volna. A Stanford's Basic Income Lab, vagy Stanford Egyetem, vagy Stanford Kutatóintézet alapjövedelmi laboratóriuma az ilyen programokat nyomonkövető tudományos központ szerint Mostanra azonban az ország mintegy 20 városában zajlanak kísérleti programok, a minnesota St. paul tól a New Jersey Pattersonig és a compton gyakorlat az ország legnagyobb városi kísérletét jelenti az ellátottak számát tekintve. Itt írják ebben a cikkben, és most pedig itt tartunk, Garantált jövedelem program indul ezer Los Angeles megyei lakos számára. Szóval ez lenne az a bizonyos program, augusztus 30. 2022. Ezer lakos kap havi ezer dollárt a következő három évben, ugyebár erről volt szó, és több mint 180 ezeren jelentkeztek erre a programra. És azt írják, hogy tekintettel a jelentkezők hatalma számára teljesen egyértelmű, hogy a garantált alapjövedelem olyan ötlet, amelynek eljött az ideje. Mondta Sheila Kuhl, cool, felügyelő. Biztos vagyok benne, hogy be fogjuk látni azt, amit más kísérleti projektek már megmutattak. A garantált alapjövedelem azáltal, hogy egy kis pénzügyi mozgásteret ad az embereknek, lehetővé teszi számukra, hogy stabilizálják az életüket és a családjukét. Hát ez biztos vagyok benne, hogy van akire igaz, abban is, hogy van akire nem, és kultúra válogatja, és környezet válogatja, és mivel egyetemes, nem is értem, hogy hogyan lehet egyetemesen alkalmazni hasraütésre embereknél, meg egyáltalán ki az, aki ezért fizet, és megkérdezték az emberek jóváhagyását erről, tehát hát ez sok-sok probléma merül fel, számos kritikusa van ezeknek egyébként, és amiket én olvastam véleményem szerint csőd volt mindegyik, nem véletlen, hogy egy-két év után abba hagyják őket, és vagy valami újat kezdenek, vagy átformálják, vagy nem kezdik újra, és sajnos az emberek nem sejtik, hogy ennek mekkora ára van,